pirosmezes Debrecen támad a Vác otthonában. Kerekes tovább emeli a labdát, Sándor Csaba, Telekvéd. Ez az első veszélyes akció a mérkőzésen. Aztán egy eladott labda, Radu Szabó szerzi meg, szlalomozik egy sort, aztán lő, és ezúttal a kapufa hárít. Téglási, ő próbál meg falat emelni a Váci szabadrúgásnál. Egy visszafejelt labda, Havrán, Téglási hárít is. Az első hazai lehetőség. Siklósi, természetesen már a túloldalon. Középre emel, Telek. Ezúttal is hárít, Kerekes próbálta meg. Aztán egy gyors jobboldali játékos, ki más lehetne, mint Dombi. Középre adja, és Telek újra parádézva véd. Radu Szabó próbálta meg. Debreceni szöglet, és az első gól a találkozó 20. percében. A szerzője pedig Siklósi. Közvetlen közelről nagy váci védelmi hiba előzte meg a debreceni gólt. Egy kis telekrendezés a 25. percben, a sorfalat próbálja meg eligazítani Szatmári a labda mögött. A rendezés pedig csődöt mond, Telek ugyanis nem mozdul a labdára. Már 2-0 a Debrecennek. 17 méteres szabadrúgás a jobb alsó sarokba. Azért ezt fogni is lehetett volna. A sárga mezes hazaiaknak most már szükségük lenne a gólra, igaz, hogy már kiestek. De mégis, ez már a második félidő. Bodnár ad remek labdát Dombinak. Dombi középre. Egy lövés, aztán Radu Szabó lép bele. Bőr volt az, aki megpróbálta oldalról. Radu Szabó pedig beletette a lábát. Ez a harmadik debreceni gól a találkozó 50. percében. Ez a mérkőzés most már eldőlt. Szabadrúgás, Szatmári próbálja meg. Telekről kipattan, Vadicska pedig közvetlen közelről elhibázza. Újabb debreceni akció. Vadicska, nagy lövés, Telek ezúttal szépen véd. Sándor Csaba teszi ki oldalra a labdát. Dombi most már. Szatmári ért még közbe. Dombi középre, vagyis inkább a hosszú oldalra. Telek! Nagyot kell védenie, Vadicska ismétel. Ez sincs bent. Rohamoz a Debrecen, és a Váci kapusnak van több dolga, mégis a Debrecen cserélt kapust. Téglási helyett Balog lépett pályára, itt pedig Siklósi lövése, majd egy újabb lehetőség, és aki érkezik, nem más, mint Dombi Tibor, aki az előző találkozó utolsó percében egy óriási helyzetet körülbelül ugyaninnen kihagyott, most ezt belövi, és már 4-0 a Debrecen javára. A találkozó 68. perce ez. A szorványosnál is ritkább Váci akciók egyike, Szűcs adta középre a labdát, Gasparik lő. Nem kell a cserekapusnak sem hozzáérnie. Bodnár indít, Radu Szabó, Dombi, természetesen gyorsabb, mint a védők, és ezúttal a beadás sem rossz. Radu Szabó helyzetben, és ott az 5. debreceni gól. Telek már megunta a nyújtózkodást is, ez látszott a mozdulatból, ez a 82. perc, és 5 gólos a vendégelőny. A Vác pedig még megpróbálkozik legalább egy becsület góllal a mérkőzés végén. Prukker, távoli lövés, ez azonban egyetlen kapusnak sem jelenthet gondot. Újabb piros akció, középre tett labda, Radu Szabó, ő teszi tovább, bőrhelyzetben Telek hárít. A Vác utolsó hazai PMB-s mérkőzésén nem tudott gólt lőni, kapott viszont 5-5.